Sziasztok! Hát most egy rendkívül adás, mert a ugye 75 éve történt a partaszállás a D-nap, ezért úgy gondoltam, hogy néhány hozzá kapcsolódó repülőt és járművet előszedek. Így hát ágjunk bele. Hát legyen mindjárt elsőnek ez a ős Matchbox Thunderbolt 172-es. A 48-as monogram az rossz állapotban van. Ős érték szintén a P26 Marauder. Ugyanaz 48-ban ős monogram. Egy 72-es Vaco Hadrian, ős italeri, ez a vitorlázó, amit időnként vontatott a C47-es. Oszkító, egy 72-es ős Airfix. Inváziós csík alul van csak. Az 48-ban szintén Airfix. P51 B Mustang, 48-as Tamiya. A 72-es Mustang az inváziós csak egy frogban valahol, de nagyon eltűnt. Egy 48-as Typhoon, ős monogram. A 72-es Typhoon Airfix és Frog, az nincsen inváziós csíkkal. Speedfire 9, 48-as Airfix. Azt hiszem már eltűnt a fele. Ez Johnny Johnson gépe, a kanadai házpilóta gépe. Szintén 48-ban Speed 9-es. A hordószállító. Valamikor csináltam 72-ben is, vagy 30 éve, de általának is csak a roncsai vannak egy dobozban.
Armstrong Whitworth AB Marle, angol gép. A Valom adta ki, egy 72-es. Egyébként használták ő vitorlázó bontatására is. És angol festési B-25-ös, Frog, ős Frog. AMT 148-as, A20-as Havoc. Utóbb megint eltört, már másodszor. Egy 72-ben a Matchbox adta ki inváziós csíkkal, de valójában én angol csináltam, és ezért nem csíkos. Ős monogram, 148-as. C47-es. Hogy pirva a kamerába, nem tudom. Itt az ajtót kivágtam itt, mert valójában az be volt csukva. Én vágtam, hogy jobban be lehessen látni. Hozzá éjtérnyős figura. Úgy látom, ennyi a repülő, de majd egy utak valamit. Egy kis dioráma. Ez a itaeli Sterling, aminek az órában nincs fegyver. Ez a vontató Sterling. Középen sincsen lövésztoron, csak hátul. Mögötte az ős korsza, illetve ős italeri. Ezt tettem mögé. Így. Ez egy régi jip. És itt van egy Bedford teherautó. Itt a padlás feljáró van, de az ilyen sötét. Nincs már hely. Egy másik dioráma. Ez az új Airfix. C47-es, 172-es. Ezért csináltam ilyen homoksárgára, mert ilyen színű gépek voltak, így túl messze van. Tehát ez nem az a olindre szín, amit mutattam a 48-as amikor a monogramot mutattam. Ez egy akadémiai GMC teherautó, és szintén a kis Willys Jeep. Hát
Hát ennyi. De azért majd még lesz még meglepetés. Hát akkor a járművek. Ugye mindjárt vegyünk egy Sörment, egy 172-es. Ez egy italéri. Sörment Firefly, egy 35-ös. Dragon. Sörment Firefly kicsibe, 176, matchbox. Cromwell Tank 176-os matchbox. Nem Cromwell, hanem Comet. Már hülye vagyok. Comet 135-ös. Ez Hobbibosz vagy Trumpeter, már nem tudom. Sose tudom megjegyeztetni, a melyik kínai mit adott ki. Kanadai Chevrolet páncélautó C15-ös. Ez IBG modell. Szintén IBG modell, 135-ben a Matador teherautó. Illetve nem Matador, hanem Bedford, már teljesen hülye vagyok. Bedford. Ez a Matador. Ez Airfix. 176-os ős dolog. Priest 176. Matchbox. Ugyanaz 35-be. Italéri. A Blue Tang nevű cég, szerintem már nem létezik, Alligator. A testvére a Buffalo 176-os Airfix. Ebben volt benne a kis Jeep is, de a kis Jeepet a diorámában használtam fel, amit mutattam, a Sterling és a Horza. Airfix 176-os Panstrak. Eski Dodge 172. Ausztrál mentő 135-ös. A italeri rövidplatós Chevrolet teherautóból készült. Kanadai Chevrolet a
a Tamiya Akvát Gun Traktornak a orrészét használtam föl, alváz meghosszabbítva, és a plató pedig sztirolabból. Ős italeri mentődagy. 1.35. GMC teherautó, benzines. Ez nem amit a hobbiból adott ki, ez egy italeri, és hozzá ügyantába adott ki a CMK valamikor ezt a benzintartályt. A hobbiboss is kiadta ezt a zárt fülkével, csak hogy az a fülke valami katasztrofális. Nem tudom. Összeartott italével, hát teljesen rossz. A kínaival nagyon vigyázni kell, mert valamikor az ember akkora meglepetés éri, hogy nem is gondolná. A italei déú kávé, oly sokat kellett várni. Igaz, hogy már 10 éve kiadta. Ugyanaz 1.76-ba ér fix. M10-es. Hát, hogy ez Dragon volt-e, vagy nem tudom, itali dobozba vettem. Lengyel személyzettel. És 1.35-ös szintén. 1.36 Jackson. Ez ő AFV klub. Airfix 1.76-os ős. Partaszálló járgány Sörmennel. White 66-os amerikai teherautó. Azt hiszem hobby boss. UKV 172-es italeri dobozba. M10-es harckocsi, 172-es dobozba, UM modell. És egy kis diorába. Érfix. Kis partaszállás, mert van nagy. Az Érfix adott hozzá egy kis műanyag talpat, ki kellett festeni.
és hozzá két partra szálló járgány. Hát ennyi az én nap, de még van valami, amit már 5 éve megvettem, tehát 71 évfordulóra vettem meg, miért is adta ki. De valami kifutottam az időből, és nem készült el, de azért a nyáron azért már össze fogom rakni. Ez az a hatalmas nagy dioráma. Na, hát akkor azt hiszem ennyi, amit összeszedtem. Ha jól látom. Na jó. Majd következik a amerikai légierő. Sziasztok.